A rétesboltot édesanyám és nagyszüleim alapították, jövőre lesz 40 éve, tehát 1983-ban. Nehézségek útján, de azóta is rendületlenül működünk. Édesanyám is még velünk együtt dolgozik, ő irányítja a termelést. A mai világban szerintem nagyon fontos, hogy tudjunk olyan ízeket kóstolni, amit a nagymamánk, az anyukánk készített, és hála az égnek ezt mindig meg is kapjuk visszajelzésként. Mi az, ami bennetek tudja tartani azt a lelkeket? Kesedést, ami folyamatosan a szemetekben van. Egyszer, amit beszéltünk már, sok nehézséget már hogy átvittünk, De. akkor nem adhatjuk föl. Másodszor pedig a sok visszajelzés. Tehát azok nagyon jók, mikor jönnek akár Facebookon a megrendelések, és utána pedig kapunk egy képet privátba, hogy örült az ünnepelt a tortának, hmm. megköszönték. Tehát nagyon sok ilyen van. Viharsarok Podcast. Hangok, arcok, történetek Békés megyéből. A Békés megyei önkormányzat és az Együtt Európáért Alapítvány megyei identitást erősítő műsora. Hagyományos ízek, titkos receptek és generációkon áthozott tapasztalatok. Mindezekről szó lesz a mostani beszélgetésben. Köszöntöm a kedves hallgatókat és a nézőket is, illetve köszöntöm a stúdióban vendégeimet, Kálmán Gelegonya Évet és Kálmán Lászlót. Üdvözöllek titeket, szervusztok! Szia. Az orosházi vétesbolt tulajdonosai vagytok, és azért is említettem a generációkat és a hagyományokat, hiszen azt hiszem, hogy ennek a, ennek a rétesboltnak, amely most már sokkal több, mint csak egy rétest áruló kisbolt, nagyon nagy múltja van. És itt most Évára néznék, hiszen ő hozza magával azt a fajta családi örökséget, amit tovább visz most már hosszú évek óta. Ugorjunk vissza akkor Így egy van. kicsit a történelembe. Így van, én is üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt. Igen, a rétesboltot, édesanyám és nagy szüleim alapították, jövőre lesz 40 éve, tehát 1983-ban. Kisebb-nagyobb nehézségek útján, de azóta is rendületlenül működünk. <kül> Nagyon sok süteményünk azóta is a kínálatban szerepel. Mi vagyunk a harmadik generáció, akik ugye most már üzemeltetik a rétesboltot. Édesanyám is még velünk együtt dolgozik, ő irányítja a termelést, mi pedig férjemmel visszük a minden mást, az értékesítést, a marketinget, és mindenféle üzletviteli dolgokat. Van nagyon sok ö, olyan süteményünk, ami már 40 éve a pultunk, pultunkban megtalálható. Ezek zömében egyébként apró sütemények, édes és sós, a tea sütemények, a sajtossiga, a hókifli, nagyon sok minden azóta is kínálatunkban szerepel. A rétes volt egy kicsit megtévesztő lehet, mert azért már nem csak rétes tárulunk. akkoriban igen, az volt a fő termékünk, de már most repertoárunkban azt mondhatjuk, hogy napi szinten olyan 120 féle sütemény szerepel, ha mindent megszámolunk. A esküvőkre készítünk tortákat, és a rengeteg aprós sütemény és a szeletes sütemények is kínálatban szerepelnek. te mikor érkeztél ebbe a családi millióbe? <laughs> hát én barátként kerültem bele, és elkezdtem segíteni vicának, illetve a Rétesboltnak a, a munkáját. És aztán ugye egyre szorosabb lett a, a munkakapcsolat is, és utána lett a, a házasság, illetve uh, van egy közös lányunk is. Úgyhogy ez pedig tíz éve, de amúgy uh, ismertük már egymást, és ugye nyilván... Uh, ismertem már a, a munkásságukat is, tehát hogy, és ö, nyilván nekem ez egy újdonság volt, tehát hogy belecsöppenni, látni azt a munkafolyamatot, hogy mindennek megvan a, a maga rendje, és ö, érdekes volt látni azt, hogy hogy ahogy elindul hajnalban, kora hajnalban, van, akinek ez még este, elindul a termelés minden nap minden reggel, hogy, hogy mennyire szervezetten kell lenni, és hogy, és hogy egy negyedórás pici csúszás is mit tud jelenteni a nyitásra, hogy ott már akkor ott kell lenni a friss pogácsának, a langyos pogácsának. Szóval ez, ez így magával ragadott egyébként, tehát nagyon érdekes ez a, a világ. Úgyhogy így. így itt ragadtam, meg hát nyilván a szerelem. Igen, vártam, hogy mikor érkezik a szerelem szó, mert volt itt azért minden, de megérkezett a szerelem is, tehát azért ez egy olyan szép dolog, én azt gondolom, hogy amikor tényleg egy család áll egy ügy mögé, mégpedig egy olyan ügy mögé, ami nem mindennapi, tehát hogy rendben cukrászáról nagyon sokat hallunk, de az, hogy itt előttem is olyan sütemények vannak, amik amik a nagymamáinktól is érkezhettek. Tehát sokaknak jelentheti ezt, akár a gyerekkori ízét. Fontos ez, ha jól tudom, ez a szemlélet, hogy igen, hogy. igen, nagyon fontos. Kicsit haladva a korral, de azért megmaradjanak ezek a igen, hagyományok. Igen, és mi ehhez, ehhez ragaszkodunk is mindig. Ha bármilyen más jellegű süteményeket kezdenénk el készíteni, az magunknak a meghazuttalása lenne. Tőlünk. Ezt várják a vevőink, a visszatérő vevőink. Vannak, akik évente egyszer fordulnak meg nálunk, mert elszármaztak Orosházáról, de egy-egy ünnephez kapcsolódóan azért haza-haza térnek, és mindig eljönnek hozzánk. Program vagyunk, és keresik ugyanazt az észt, amit mondjuk 20-30 évvel ezelőtt is már kóstoltak, és minden évben egyszer eljönnek és visznek rétest, vagy éppen bármilyen pogácsát, a mai világban szerintem nagyon fontos, hogy tudjunk olyan ízeket kóstolni, amit a nagymamánk, az anyukánk készített, és hála az égnek, ezt mindig meg is kapjuk visszajelzésként. Viszünk egy rendezvényre süteményt, és utána például pont tegnap volt egy telefon, felkerestek, hogy valamelyik rendezvényen ettek a mi süteményünkből, és hogy az milyen csodálatos volt, mert olyan volt, mint amilyet a is sütött, és a viszonteladónkon keresztül keresett meg minket, és ezek annyira jó visszacsatolások és, és visszaigazolások, hogy ezáltal tudjuk, hogy jó úton járunk, és, és ezen kell maradnunk, és, és ezt kell tovább fejlesztenünk esetleg, minél több emberhez eljuttatni. Hát igen, tehát ez így lelkesítően hatnak, de hogyha belegondolunk, akkor ugyanez van a családban is. Tehát, hogyha hazamegy valaki akár az egyetemről, vagy, vagy csak tényleg a, ugye, elköltözött a szülői háztól, akkor mit főzzél a kedvencedet? És akkor nyilván mindenkinek azért az ízek, a, a, a hagyományos ízek, azok mindig az otthont jelentik, az otthon melegét, és ezt mi is szoktuk érezni. Tehát amikor nagy ünnepekkor a családok összejönnek, vagy csak nyáron szabadságolások vannak, és ellátogatnánk hozzánk családok, vagy éppen Mondják a törzsvársonok, hogy jön haza az unokáma, a vejem, stb. kedvencét viszem el, ezek nekünk is jók. Mert hát nyilván az alapanyagoknál is törekszünk arra, hogy hogy a térségünk békés megyéből ö, gyűjtsük be az ízeket. Tehát akár a, a kolbászos pogácsánknál, a, a kolbász gádorosról, ö, Tótkomlósról jön, vagy a... a tepertő is például, a tepertős pogácsába, az is erről a két településről jön, vagy a szilva lekvár a térségünkből jön, nézem itt közben a termékeinket, hogy a, a lisztnél is például a Méz, a méz például, igen, azt is, amit Egy használunk. Tehát, hogy, hogy nagyon sok ilyen dologból tevődik össze az, hogy, hogy lesz az a, az a házias ízvilág. Igen, és fontos talán az is, hogy tényleg ott maradva az ottani gasztronómiai értékeket bemutatva, de nagyon sok olyan ember is gyakorlatilag lehetőséget kap, aki ott termeli ezeket a hozzávalókat. Tehát ez egy nagyon jó kis összefüggés. Ha most képzeletben el navigálnátok engem orosházán, orosházára, akkor, akkor hogyan mutatnátok be, hol található ez a rétesbolt, és milyen hangulata van ennek a kicsit akkor ezek szerint a hazai értékeket, az otthona hazamenetelt jelentő rétesbolt? Hát helyileg orosháza az Békés Csaba és Szeged között található, Békés megyében. Aha. Az üzletünk, és az a üzletünk, és azért kicsit elakadtam, mert az üzletünk és családi házunk, és, 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 mindenünk, az pedig a, a belvárostól egy pár percnyire van, a múzeum szomszédságában egyébként, főtértől pár száz méterre, és ez egy régi, régi épület, és Átadom a szót. Igen, meg a hazatalálás nekem rögtön az jut eszembe, hogy én oda születtem abban a házba. Ez abszolút a családi ház. Ezt az én azt hiszem, hogy az ők nagyapám építette. Még több mint száz éves ez a ház. Ez egy klinkertéglás régi polgári ház egyébként. És ahol a volt van, ott... Én úgy tudom, hogy amióta megépült a ház, ott mindig is üzlet volt. Uh -huh. Üzlet működött nem süteményes volt, hanem hentes üzlet, nekem a felmenőim generációkra visszamenőleg egyébként hentesek voltak. Tehát érdekes, hogy így nem ezt a vonalat vittük végig, de azért volt benne egy, egy törés, amikor történelmi körülmények miatt az üzletet elvették a családtól. Ott ez egy kicsit megszakadt, és utána, amikor nagymamá még úgy döntöttek, hogy hogy akkor visszaszerzik az üzletet, akkor jött a döntés, hogy egy süteményes volt lesz benne. Tehát az egy családi ház. Oda mi is mindig hazatérünk, illetve más is lehet, hogy érzi ezt a milliőt. Egyébként ezt már mondták is nekünk, hogy a mi teraszunkon nem tudják, hogy miért, de olyan jó ülni. Egyébként igen, semmi különös nincsen, van egy nem fűzfa, Nyírfa, nyírfánk, <laughs> meg egy kis teraszunk, egy, egy, egy viszonylag forgalmas út mellett, de valamiért ezt már más is érezte. Ehhez kellünk mi valószínűleg, akik egyébként például mi családilag most is ott élünk az üzlet mellett, de az, hogy ez egy családi ház, és abban működik ez az egész, és valószínűleg ez adja meg azt a plusz savavorsát az egésznek, ami másokat is odavonz. Hát meg nyilván az, hogy az üzlet mögött ott van az üzem is, ahol készülnek a termékek. És nagyon sokszor az van, főleg nagyobb ünnepeknél is, meg amikor jönnek a megrendelésekért, hogy, hogy még most szeljük, vagy még meleg, vagy pillanat hátra megyek megnézni, hogy kész van-e már, mm. tehát ez is hozza azt. Illetve még itt a családi vonalhoz szeretném azt megjegyezni, hogy mikor ugye mind a kor követelményei miatt is ugye folyton alakítgatni kell, hogy, hogy mindennek megfeleljünk, megfeleljünk, hogy mindig az átalakításkor visszagondolunk, hogy itt volt a kiságy régebben, ez a nappali volt, még mikor itt éltek a papáék, és akkor így, és akkor most már ott a nyújtóasztal van, nem a kiságy. Tehát, mind ez, mindig elmondom, hogy már szegény nagypapám sem találna el a <laughs> házban oda, ahova szeretne, mert már azóta is, tehát az utóbbi 10 évben vagy 15 évben is nagyon sokat alakult a ház, átraktunk falakat, nyitottunk ajtókat, tehát olyan szinten alakult az elmúlt 40 évben is, hogy, hogy nagyon nagy változásokon ment keresztül. Ez a, erre azért volt szükség, mert hogy egyre nagyobb teret kellett úgymond átadni a rétesboltnak, tehát több lett a vásárló, több lett a, a, vagy nagyobb lett ugye az előállítási igény. Igen, tehát egyszer a kapacitás miatt is, uh -huh. meg hát nyilván ugye a hatóságnak is meg kell felelni. Tehát ugye az elérési Változtak utakban, a tehát változnak a, a szabályok, tehát ez is meg hát tényleg a, amit lehet azért megpróbál az ember kihozni a helyből. Éva, te emlékszel gyerekkorodra, hogy hogy neked mit jelentett ott a, a rétesbolt? Igen. És Én meg... nagyon szerettem ott lenni. Uh -huh. És most ezt látom a lányunkon is egyébként, hogy... Nagyon szeretett lenni, lehet, hogy jobban, mint én szerettem, mikor gyerek voltam. Minden kornak meg volt a maga feladata, mivel kezdtem, kezdtem azt, hogy zacskóba raktam a süteményt, az volt az én feladatom, vagy ragaszgattam a te a süteményt, vagy amikor már tudtam olvasni, akkor jöttek az ünnepek és a sok megrendelés, akkor én keresgéltem ki a, a csomagokat, hogy odaadhassam a vevőknek, majd aztán, amikor már számolni tudtam, és pult mögé állhattam, akkor már kiszolgáltam, úgyhogy így szépen, szépen bele nőttem az egész, úgyhogy abszolút igen aktívan él az emléket

és hogyha megint csak egy picit visszatérünk a múltba, azért itt vannak azt hiszem olyan, hogy is mondja milyen különböző történelmi események, amik még többet hozzáadnak ehhez az egész uh, uh, millióhöz, amit amit ti megpróbáltok fenntartani és átadni a hozzátok érkező vendégeknek. Ugye a történelmi múltra utaltál, uh, itt az államosítás Igen. időszaka volt az, Igen. amikor a családtól elvették, tehát az üzlethelyiség az nem a tiétek volt. Uh, de az, tehát az az egész ház amilyen volt, az üzlethelységgel együtt, akkor, amikor az én déd nagyapám meghalt, őt ott ravatalozták fel a házban, ugye akkor ez volt a szokás, és pont akkor érkeztek meg, hogy elvegyék a családtól a házat. Hogy és ez egész házat ezért nem vették el az egész házat, csak az üzletet a családtól, tehát a hentes üzletet. tulajdonképpen a bevételi forrásukat uh -huh. akkor, de a ház megmaradt a családnak és aztán így teltek az évek, és ö, utána az én nagy papá még döntöttek úgy, hogy ő, ő már pedig visszaszerzi az üzletet, és, ö, és sikerült neki, és utána nyitották a rétesboltot 83-ban. 1983. Hát elég sokáig nem a, nem a család uh -huh. ö, használatában volt az üzlet. Azt gondolom, hogy azért ez egy főleg ugye ilyen generációkon átívelő családi történetben elég mély nyomot tud hagyni, Igen. és gondolom, hogy vissza visszatérő történetként akár a család életében folyamatosan ott van. Viszont egy példa is, hogy hogyan lehet felállni és újra kezdeni akár egy teljesen Igen, új szemlélettel. Igen, tehát pont ezekre mindig így vissza tekinteni, akár a, a devizaválság, Igen. akár ez az időszak, hogy, hogy annyi mindenért már megküzdött, nem csak a mi családunk, hanem nagyon sok ugye hasonló vállalkozó, gazdálkodó, hogy akkor már a jelenlegi nehézségek között sem adja olyan könnyen. Igen, természetesen beszélgetünk majd a jelenlegi nehézségekről is, de azt hiszem, hogy azért rengeteg olyan szépség van, amiről érdemes szótajteni, főként akár azokról a receptekről, vagy azokról a magatokkal hozott dolgokról és átadott dolgokról, amik most is itt vannak, és elhoztátok magatokkal ezt a bizonyos receptes könyvet, ami alapján készülnek ezek a hagyományos ízek, amik tényleg hagyományosak. Igen, még most is vannak olyan sütemények, amik az én ők meg déd nagyanyám receptúrái alapján készülnek, illetve onnan fejlesztettük esetlegesen tovább őket, és ezek a receptek máig megvannak, féltve őrizzük őket, és, és igen, és ezek igen nagy dolgok. Hogy, meg, hogy, hogy minden nap készülnek. Minden nap készülnek. készülnek, készülnek tehát, igen. hogy van akár a hókifli például, vagy vagy a zserbó is. Tehát, hogy olyan termékek, amik a nyitástól kezdve mindig uh -huh. megvannak. Amikor 1983-ban uh, kiderült, hogy akkor ott nem egy hentes hentesbolt, hanem egy rétesbolt fog nyílni, akkor. Uh, Hányan voltak? Volt-e alkalmazott, vagy csak itt e, családilag e, úgy döntöttek, hogy. Szinte csak, most? Szinte csak a család volt, tehát pár fővel voltak édesanyámék, amennyire én tudom, illetve vannak ilyen, ilyen régi sztorik ehhez kapcsolódóan, hogy jött egy megrendelés, vagy pár megrendelés, és akkor azon mennyit dolgoztak, meg az, hogy megtöltsék a sokkal kisebb pultot, ugye sokkal szűkebb volt a kínálat, de hogy azt elkészítsék, hogy az mennyi, hogy éjjel-nappal dolgoztak, és akkor készítettek egyfajta süteménybe, jött egy vevő, és elvitte az összeset, akkor jaj, mit csinálnak? Tehát, <laughs> <laughs> hogy abszolút kezdők voltak ők akkor ebben, de, de ezek olyan szép történetek szerintem, és úgy belegondolunk, hogy manapság meg van egy olyan reggel, amikor egy mázsa süteményt elkészítünk, még hajnalban, ahhoz képest, hogy akkor egy pár kilónyi sütemény mekkora feladatot jelentett a családnak. Meg hát nyilván, hogy abból a négy-öt főből lett most 25 fő, meg hogy cukrász tanulókat foglalkoztatunk, képzünk. Ezek, ezek hatalmas dolgok, amikre büszkék vagyunk. Főként, hogy ez gyakorlatilag ez a szemléletmód, amit ti képviseltek, ez, ezek szerint helyén van, jó helyen van, és más is kíváncsi erre, és más is szeretné akár eltanulni azokat a fortéjukat és nem csak a recept és az előállítás tekintetében, hanem szerintem itt a szemléletmód is, ahogy mondta Déva, hogy itt azért minden összeadódik, hogy a vendég úgy érezze magát ott nálatok, ahogy sokan érzik, és vissza is jelzik Igen, ezeket. Ez egy, egy más gerjesztő folyamat, hogy büszkék vagyunk erre ezt szeretnénk közvetíteni, és nyilván ez vonza az embereket, szeretnénk ezt átadni, tehát ez egy ilyen egymást gerjesztő folyamat, nem tudok rá mást mondani, és lehet, hogy ettől is működik az egész, mert ha nem így gondolkodnánk, akkor lehet nem működne. Én ebben hiszek. A frissesség is rendkívül fontos számotokra, ugye a hagyományos ízek mellett, tehát ahogy már többször hallottuk, ezt itt azért hajnalban készülnek ezek a finomságok, amik itt előttem is vannak, és tényleg frissen aznapra kerülnek ki a pultba. Ez azt jelenti, hogy ti is hajnalban már ott vagytok, és akkor számotokra is, tehát, hogy ti is részt vesztek ebben a folyamatban, vagy pedig azért már itt vannak olyan e, képzett emberek, akik e, speciálisan ezeket e, készítik minden nap. Részben. Tehát, hogy, mint mondtuk, hogy csádi vállalkozás, ezt uh -huh. így be is osztjuk így az ereinket. Egyébként, hogy teljes lenne a történet, akkor itt lenne még anyósom, de ő most azért sincsen itt, mert ő most például ott van bent a termelésben. Uh -huh. Tehát megosztjuk ő hajnalban a termelésben van. Nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy akkor ő délután már kevesebbet tud, és mi pedig a nap folyamán az ügyintézésben vagyunk benne jobban. Illetve hát vicca, ő Én ha úgy van, akkor többször hajnalban is hajnali munkában bent van. is részt veszek, és aztán estig, igen. Hát igen, mert hogyha... Szépen elnyúlik, de egyébként a hajnali munkának is megvan a maga varázsa. Én szeretem egyébként, ha utána tudnék eleget aludni, de nem lenne semmi gond vele. Én kimondottan szeretek hajnalban ott lenni van varázsa van Ö, annak a hajnali, nem tudom, ahogy indul a nap, még mindenki előtt fönt van az ember, és akkor, mire nyílik a boltnak a ajtaja, ott van az a csomó friss sütemény, az illattal, a, a látványjal, nekem ez abszolút tetszik. Hm. És nyilván tényleg azt mondom, hogyha ha tudnék eleget aludni utána, akkor semmi gondom nem lenne ezzel. Így egy kicsit azért nehézkes az élet, hogyha hajnaltól estig kell dolgozni. Nyilván azért igen, gondolom az időbeosztás az, az sok erőt elvesz, vagy hát oda kell figyelni ezekre a dolgokra. Viszont beszéljünk azért orosházi jellegzetességekről, akár gasztronómiai értékekről, hogy mik azok az ízek, mik azok akár a különlegességek, amik ott nálatok jellemzőek, és amik kimondottan erre a tájegységre hivatottak, hogy gyakorlatilag, ha odaérkezik az ember, akkor ha megkóstolja ezeket az ízeket, akkor tudhatja, hogy Orosházán van és Békés megyében. Akkor maradjunk az édességes résznél, mm -hmm. akkor egyből a búza csiramáli jut Nekem jót, Is a ugye az a búza csirából uh, sütött igazából egy lepény, ami egy időszakos uh, édesség, csemege, áprilisig. Igen, sz szeptember-októbertől áprilisig, hát amíg be nem jön a meleg, addig uh -huh. készül és ez egy hozzáadott cukrot nem tartalmazó ilyen vitaminban ö, gazdag ö, édesség. Hát ez vagy szeretik, vagy nem. Tehát, Igen, tehát nincs, nincs én olyan Én is köztes. el szoktam mondani, amikor jönnek vevők és kérdezik, mert mi is árulunk egyébként, nem mi készítjük, de, de áruljuk, ö, hogy milyen Hát mondom, meg kell kóstolni, ezt vagy szereti valaki, vagy nem. Tehát, hogy nincs köztes, hogy csak egy kicsit teszek belőle, mert annyira nem szeretem, de azért meg, nem, nem, ezt vagy szereti az ember, és akkor megeszik akár többet is, vagy egyáltalán nem. A mi lányunk egyébként szereti, de gyerekként nem szerettem, később meg megszerettem én is. Tehát, hogy igazából Változik igen, az emberi érzékelése is, igen. Igen, hogy milyen ízeket szeret. Én nagyon szeretem egyébként a kukoricamellét, vagy a búza mellét, búza, málét, Csira. búza Csira málét, igen, rendkívül fontos. Viszont ha amiket hoztatok most ide hozzám a stúdióba, ezek között is vannak olyanok, amik kimondottan orosházára jellemzőek? Igazából maga az alföldre, békés megyére jellemzőek ezek a sütemények, tehát hogy mondjuk van egy uh, tortánk, a saját tortánk, az az túros lepény tortája, és az egy ajnélküli túros lepény, becsepektettünk szilvalekvárt és egy uh, körtés, almás uh, főzött uh, szilvás, igen, uh, kompótrétek van, és vaníliakrém van benne. Ennek ugye az a, a helyi specialitása úgy mond, hogy ugye a lepény, mint a legelők, meg az alföldi tanyavilágnak a jellemzői, illetve a gyümölcsök. Tehát ezek a, a dűlőutak mentén található gyümölcsfáknak a, a terméseit használták régebben, és most is mi ehhez nyúltunk vissza, és így alkottuk meg ezt a, a süteményt. Egyébként Károly Fülöp Béla segítségével, aki egy orosházi író költő volt, és gasztrobloggerként is tevékenykedett, és akkor ővel közösen gondoltuk át ezt. Tehát lényeg az, hogy maga, maga ezek a termékek és amiket hoztunk is, ezek ilyen tájra, orosházra jellemzők, ugye nyilván a pogácsák, a pogácsáink egyébként hajtogatott pogácsák, tehát hogy többször vannak hajtva, és azért ilyen, ilyen rétegesek, vagy a, a szilvalekváros papúcs, vagy a szilvalekváros barátfület, tehát ezek is annyira ilyen alföldi dolgok. Még ami eszembe jutott, az a grillás. Grillás, grillás malac például. Ugye, szilveszterhez kötődően készítjük a grillás malacot például, amit évfélkor kell összetörni és kívánni valamit, illetve ö, esküvőkre szoktunk készíteni grillás tortát, amit egyébként például ö, Budapesten nem igazán ismernek, grillás malacot. Ö, van Budapesten egy üzletünk, és itt is szoktuk árulni. És volt, aki megkérdezte, jó, de mivel van töltve? Nincs jó, semmivel. Nem semmivel nem nincsen töltve, úgyhogy, úgyhogy még az egy olyan táj Hát meg a kulcsos kalács például. Kulcsos kalács, igen. Az is. Vagy ha még így a kertésztáknál vagyunk, akkor az orosházi banán, amit asztalos László pékmesternek a munkája az, hogy ez egy cukros kalács, gyakorlatilag csak olyan, olyan alakra van fonva, vagy úgy van hajtva, mint egy banán, és akkor az orosházi banán. Tehát az még egy olyan uh, termék. Hát meg tényleg a kulcsos kalács. Kulcsos ez kalács. is egy nagyon szép... Igen. Nem ismered? Nem, nem ismerem. Ez egy ilyen kör alakú uh, keltésből kalács tésztából készült... Uh, fonott kalács. Fonott kalács, igen. Ilyen rácsok vannak fonva bele. És ez is az esküvőkhöz, illetve a lakodalmakhoz kötődik. A lakodalom során ezt két oldalról megfogja a férj és a feleség, ugye már. El kell... Szakítaniuk, és akinél a nagyobb fél marad, ő lesz a, a főnök. Ugye? Jól mondom. Nem főnök tudom, az... nekem nem volt kulcsiskolás. <laughs> minden... Nem, te sört főztél, <laughs> ez is akkor ezek szerint hozza magával ezeket a hagyományokat. Viszont azért térjünk vissza, és nagyokat nyelek közben, mert tényleg olyan finomságokról beszélünk, hogy nehéz megszólalni, és egyébként is az illatok azok betöltötték most már itt a stúdiót is. De ugye említettét, vagy említetted a, akár a szilveszteri malacot, akár ugye, hogyha most a kulcsos karácsról beszélgetünk, ugye alkalom fontosak, az, a fontos számotokra az, hogy, hogy akár alkalmakhoz kötődve, akár mondjuk ünnepkörökhöz kötődve, ott is az aktualitásra gyakorlatilag reagálva készüljenek megfelelő sütemények? Természetesen mindig igyekszünk. Nyilván vannak ugye a nagy ünnepkörök, a karácsony, a szilveszter. Szilveszterre például mi nagyon sok rétest készítünk. Ott a mi vidékünkön hagyomány szilveszterkor rétest tenni. Nem tudom, hogy ez is hagyománya egyébként Magyarország más részein. Nem nagyon tudom. Mert ja, hát meg kell különböző ugye, süteményeket, amikor nekünk is csak az ünnepekhez kötődően, tehát hogy húsvétkor is, vagy például akkor a zserbót szokták még, meg, vagy itt karácsony. Van, aki például húsvétra is kér bejpli, tehát uh -huh. hogy ez ilyen, ez ilyen érdekes dolog. Nyilván amennyire a kapacitásunk engedi a más jellegű ünnepekre, akár névnapokhoz kötődően. Márton napkor volt, hogy készítettük a lúthúsos kiflit, meg a libamájas kis batyút. Vagy a tökös, tehát ilyen a is. igen, szezonalitásnál is, is, azért most is voltak igen, igen sütőtökös dolgaink, akkor de volt már, hogy elzsébet akkor elzsébet szeletet készítettünk, tehát hogyha hogy igyekszünk igen ezekhez igazítani a kínálatot, hogyha van egy-egy nagyobb névnap, vagy bármilyen ünnepkör, akkor igen. igen tehát ez a, a hagyományos régi névnapoknál, a régi nagy magyar nevek, nem is tudom, hogy hogy fokozzam még, hogy az, azokat meg tudjuk érezni, mi is a forgalmon meg szoktuk érezni. Tehát hogy akik még az a korosztály, az úgy tartja a névnapját, mert ugye valahogy az év járatot is jelzi a név, tehát azok, azok a vevőink e, a hagyományos süteményeket szokták is vinni, tehát tudják, őnek is megvannak a kis maga szokásaik. Fontos ezek szerint, hogy akár az ilyen újításoknál, hogyha mondjuk valami új dolgot akartok, vagy új vonalat behozni, akár egy ünnepkörnek a kiemelését, akár mondjuk mártonnap, vagy akár mm. a sütőtök, hogy ott is találjatok olyan recepteket, amik, amik a régmúltban nyúlnak vissza, és beillenek akár ebbe a kerebből a repertoárba, a hagyományos ízek világába? Azt gondolom, hogy könnyű dolgunk is van, meg nem is, mert alapvetően ugye a, a, régi magyar ember, paraszt ember is leleményes volt, tehát használunk mondjuk egy alaptésztát, mondjuk egy batyú tésztát, de. és akkor a hét minden napján betöltjük uh, túróval például, de, de mikor mondjuk ilyen szezonális uh, termékeink vannak, akkor sütőtökkel töltjük be, ilyen sütőtökös Hatunk fokhagymás. Hát, hogy egy kis Igen, egy kicsit másabb. Sikásabb lesz, vagy éppen lúthússal. Tehát úgy, ugyanúgy, mint a magyar otthoni a házi asszonyi leleményesség van. Tehát ez fontos nálunk, hogy egyébként nem használunk mi sem a termékeinkhez olyan kényelmi termékeket, mint hogy légkötők, meg, meg tölteléket, hanem mi a házi praktikákat használjuk, ahogy régebben is használták az asszonyok, hogy a a, a leve, hogy ne áztassa el a, a süteményt, mi is azt a régi ö, módszert követjük. És, És itt a sütemények megalkotásánál is ez van, tehát hogy a konyhagy leleményességet uh -huh. használjuk, amit persze utána háttérdokumentációval minden el kell látni, hogy bekerülhessen az üzletbe, de a tapasztalat az, ami nagyon sokat segít. Ezek a házi praktikák egyébként hogyan jönnek? Tehát, hogy ez akár az édesanyjától, akár... Igen, igen összedugjuk odog... a fejünket. Uh -huh. Van sokszor, hogy nekünk fiataloknak jön egy ötlet, és akkor ő a megvalósító. Mert <laughs> nagyon ügyes, nagyon ügyesen fősüt. Uh -huh. Úgyhogy van is ebből néha problémánk, idézőjelesen, hogy vagy mi kitalálunk valamit, ő elkészíti, jó, és akkor mit mennyit raktál bele? Ja, hát azt úgy nem tudom, hát csak így. Igen, így, tehát ilyen nagyon a jó. Sikerült, tehát... meg az ilyen igen, szavakat tehát kell lefolytani ilyen... gramra. Tehát ezért... Igen, akkor most megcsinálod még egyszer, és mérjük le a hozzávalókat. Viszont isteni finomra sikerült, tehát hogy. És ezt hogyan képzeljük el? Tehát, hogyha van valami új ötlet, akkor azt tesztelítek előtte, tehát van egy próba, és akkor kóstoljátok, milyen lett, és a jó Persze. rendben mehet ki, akkor mi a mi Igen, igen. Igen, igen. igen. Húha. azért ez. Nem hálátlan feladat. <laughs> egyébként igen, elnézve itt a finomságokat, és nagyon várom már a beszélgetés végét, hogy megkóstolhassuk. De hogy biztos vagyok benne, hogy nem hálátlan, viszont azért tényleg ott kell lennetek állandóan ebben a folyamatban. Ez Tehát ez abszolút abszolút nem automatikusan működő gyakorlatilag, mert itt azért folyamatosan változnak az ünnepek, jönnek új névnapok, akár új időszakok, új igények. Ez, ez egy olyan szakma, ahol mindig ott kell lenni. Mi az, ami miatt, ami miatt ezt érdemes minden nap újra és újra, akár hajnalba felkelni, vagy akár tényleg minden percet ennek szentelni? Mi az, ami bennetek tudja tartani azt a lelkesedést, ami folyamatosan a szemetekben van, ahogy meséltek? Egyszer, amit beszéltünk már, sok nehézséget már, ugye átvittünk, Igen. akkor nem adhatjuk föl. Ez egyszerűen még a szívóságot ugye növeli. Másodszor pedig a sok visszajelzés. Tehát azok nagyon jók, mikor jönnek akár Facebookon a megrendelések, és utána pedig kapunk egy képet privátba, hogy örült az ünnepelt a tortának, mm. megköszönték. Tehát nagyon sok ilyen van. És ezek azért lelkesítőek. Vagy te, mikor jönnek haza az orosháziak Or, vissza. Igen, cincen. igen. Tehát ezek azért visszacsatolások, ezek ezek túl tudnak lendíteni esetleg egy mélyponton, mert azért valljuk meg őszintén, nekünk is vannak mélypontjaink, nekünk sem megy mindig olyan könnyen, én nekem sem megy mindig olyan könnyen a hajnali kelés, de hát túllöki az ember magát ezek által, vagy ezek segítségével, a pozitív visszajelzések által, a, a sok vevő, aki érkezik, és és, és és már tudjuk, hogy melyik a kedvenc süteménye, és tudjuk, hogy, hogy mit szeret. Sok, ne, Rengeteg törzsvevőnk van. Igen, pont ezt akartam rengeteg, kérdezni, hogy akkor sok. vannak olyan visszajáró emberek, akiknek már tudjátok akár az ízvilágát. Abszolút számukra szoktak készülni olyan, nem tudom én, kis újítások, újdonságok, amik tudjátok, hogy neki biztos, hogy be fog jönni, és mindenféleképpen megkóstolja. Hát majd? akár úgy, vagy volt már olyan újításunk, amit ő azóta is rendszeresen kér, és csak neki készítjük, mert egyébként például egy krumplis kolbászos rétes jutott most eszembe, amit ö, ott ö, egy helyi vadásznak szoktunk készíteni, évente kétszer, és akkor hajnalban neki ez kész kell, hogy legyen, mert indul vadászni, és neki az ott melegen kell. Azt egyszer készítettük egy ilyen réteses hétvégén szerintem, és jó azóta is azt kérem, most ez jutott eszembe. Mert egyébként áló. nehéz ám újítást uh, vinni. Mm. Tehát, hogy uh, vannak akár a különböző ízű rétesek, és uh, uh, akár bolonya is, hogy csináltunk ki egy ilyen, ilyen, alkalomra, és akkor mondják a vevők, ó, de jól néz ki, um, de jó illata van, meg de szép, akkor kérek egy túrósat. <síns> és a, Mm -hmm. És így, így azért nehéz. És nyilván itt is visszacsatolunk a gyökereinkhez, tehát a hagyományos ízekhez, és akkor az úgy közelebb érzik magukat az, az emberek. Viszont azt hiszem, hogy tényleg ezek a, a, személyes kapcsolódások, és hogy ti ott vagytok, és látjátok akár a visszajelzéseket, látjátok azt, hogy, hogy milyen érzést vált ki az, az, emberekből, a vendégekből, akár milyen visszajelzések jönnek a következő vásárlás folyamán, tehát hogy ez alakítja, és ez teszi tényleg csodálatos ezt a dolgot. Viszont azt tudni kell, hogy, hogy nem csak Orosházán működik ez a, ez a rétesbolt, hanem azért eléggé kinőttétek magatokat, tehát hogy azért máshová is viszitek. Ami számomra elképzelhetetlen, hogy ennyi mindent tesztek, ennyire eh, ott vagytok személyesen is, hogy hogyan tud ez működni, és mi is pontosan, tehát hogy merre növekedtetek az évek folyamán. Nagyon sok viszonteladó partnerünk lett. Budapestre szállítunk hetente háromszor süteményt, és terítjük egyébként Csepeltől. Török, Bálinton, Budakeszin keresztül egészen is, azt hiszem, hogy ő az ülői útnál, sőt, nem is csömörön fejezzük be mm. a körünket hetente háromszor most már, és olyanra bűvült, hogy nem is nagyon tudunk bevenni ebbe a körbe most új partnereket, de megtalálhatóak a süteményeink Győrben, Debrecenben, Nyíregyházán, Szegeden, és saját üzletünk is van egyébként már öt éve itt Budapesten mi az, ami miatt keresnek titeket, akár a viszonteladók, az orosházi, illetve a békési jellegzetes ízek, akár azok az alapanyagok, amiket használtok, vagy pedig ez a fajta hagyományos, hagyománytisztelet, amit, amit ti nagyon erősen visztek. Szerintem kettő fő dolgot tudnék így most így kiemelni a kérdésedre, hogy egyszer van az, aki elszármazott orosházáról, mert olyan is van, és föl akarja hozni akár a saját üzletébe, vagy üzletkötőként azokat az ízeket, amiket ő ismert, és ő szeretett, és ő nőtt fel benne. Tehát ilyenünk vannak így, sokszor lesz így új partnerünk, egyik ez. A másik pedig az, hogy visszanyúlni a hagyományos, tiszta, érezhető ízekhez, és így is szoktak minket megtalálni. Tehát rendszerint ugye ránk találnak a neten, vagy hallomásból, Viszünk a szájhagyomány igen, is nagyon igen. fontos egyébként, tehát vannak most is úgy partnereink, akiket, akik, akiknek már minket ajánlott, az akiknél valamikor ott voltunk beszállítóként, tehát ez is nagyon fontos, és ez is egy jó visszacsatolás, mert ez is azt mutatja, hogy jó, jól csináljuk, hiszen már harmadik ember árulja a süteményünket, és azért, mert ajánlottak minket neki. Úgyhogy meg, hogy már régi, régi az üzlet, tehát hogy azért már csak közel 40 éve működünk, és, és bíznak az emberek a, a jól működő dolgokban. Tudják, hogy ez évek óta folyamatosan megbízhatóság. Igen, 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 és hogy gyakorlatilag azok az ízek, amiket megszoktak és szeretnek, azt megkapják folyamatosan, még ha kis újításokkal is. Igen, és mikor jövünk föl a Pestre, például a Fényutcai Piacra, akkor hozzunk magunkkal az orosházi száraz tésztát is hozzuk magunkkal az orosházi csiramálét is, tehát, hogy így igyekszünk... Így. a bázisa. <gül> igen, <gül> igen, igen, igen. a csiramálé. <laughs> Úgyhogy igyekszünk így a, a ízeinket is bővíteni, így hozni az rosháziakat viszont ha jól tudom, akkor ezt a fajta szemléletet, amit ti képviseltek, és ilyen sok helyre elvisztek, ezt azért az orosházi, orosháziak is tiszteletben tartják, és a városháza, illetve a város vezetése is úgymond megtisztelt titeket, vagy kiemelte ezt a fajta szemléletmódot, mert hogy kaptatok egy elismerést a várostól. Igen, 2018-ban Édesanyám, és ezzel ugye a család kapta Igen. meg az Orosháza városért kitüntetést, ami egy nagyon megtisztelő dolog volt akkor. És ez is egy lelkesítő pont, amiért ugye anyusom is föl kell, akkor közel 40 évvel minden hajnalban. Hmm. Ő, őt mi az, ami lelkesíti? Ő mit mesél nektek? Vagy mi az, amit akár neked Éva átadott még hogyha visszaemlékszel gyerekként, vagy talán láttál a szemében, ami miatt érdemes volt újra és újra, akár nehézségek ellen is visszaszerezve, és, és újra felépíteni Ez hát Az a lelkesedés. lelkesedés, amit ő még most is. Neki is vannak mélypontjai, és mm. akkor szépen egymást szoktuk <laughs> kirángatni belőle. De, de máig tud lelkesedni egy szépen elkészült süteményért. Vagy ha kitalálunk valami újat, akkor izgul, hogy, hogy az, az, az finom lett -e, jó lesz-e, szép lesz -e. a munkabírása. Mindent tőle tanultam tulajdonképpen. Illetve hát magamba szívtam az életem során, hiszen ott voltam végig, mióta megszülettem tulajdonképpen. Tehát ez a, ez a, ez a munkabírása, a lendület, az egész üzlethez való hozzáállása nincs olyan, hogy lehetetlen, csak tehetetlen. Mennyi idős a kislányotok? 7 éves, éves. éves, és ő már azért így fejben gondolkodik azon, hogy ő lesz a következő generáció, nem? Hát attól függ milyen kedve van, mert alapvetően azt mondta, hogy gyermekorvos lesz, és lesz mellette egy cukrászdája. <gül> 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 Mondtuk, hogy jó. <laughs> így így okay. De... Gyógyító sütemények, mindenféleképpen, főleg az ilyen sütemények gyógyító De sokat van egyébként bent, amikor lehet, akkor bent van az üzemben. Vagy akkor is bemegy, amikor mi ott se vagyunk <laughs> Egyébként cukrászokkal nagyon jóba van. Igen, sok olyan cukrászunk van, akik szintén fiatalok, mert a cukrász képzésből tanulunk voltak, és aztán itt maradtak nálunk. Tehát, hogy ővelük is nagyon jól megtanulja, megtalálja a hangot, vagy van olyan cukrászunk, aki már ugye idősebb, akkor azzal azért találja meg a hangsúlyt, de van olyan alkalmazottunk is, aki azóta van ott, mióta a vica megszületett. Tehát, hogy két éves korodban, vagy mikor csatlakozott hozzánk? Nem, amikor én születtem. Én márciusban születtem, ő pedig júniusban. Azóta az ott az van, tehát is hogy, van. hogy akkor ez megint egy másabb kapcsolat. Lány. Tehát, hogy úgy, uh, Rozi is uh, együtt él, tehát a lányunk Rozi, ő is együtt él már így a vállalkozásra ebben a szempontból. Szoktunk együtt kiszállítani, van neki rétesboltos pólója, ülünk be az autóba, visszük a mennyasszonyi tortát, hova megyünk, stb. Tehát hogy ez egy ilyen. Nagyon lenni, esgés. már most valamelyik nap kérdezte tőlem, hogy anya, nem tudom, én mikor mehetek kiszolgálni. Még de egy picit kérnék várni. Igen, raktározás. Abszolút szeret bent lenni az üzletben, a műhelyben. Jön, veszük át az árut együtt. Nyilván nekem is így könnyű, hogy ott van velem, hiszen ő is ebben ő ebben bele, de nem erőltetném rá sohat. Uh -huh. De azt látom, hogy, hogy, ő, hogy ő ezt szereti. Úgyhogy majd látjuk, hogy... De hát, ha ezeket Lesz. az értékeket már magába szívja, szerintem akkor már nem egy elveszett gyermek. Tehát, hogy ilyen szempontból tényleg olyan sok mindenről beszélgettünk, ami, ami nagyon fontos akár egy gyermek számára, hogy megkapja és lássa ezeket a példákat, és így tudja a legjobban megtanulni, hogy tényleg látja, és nem csak úgymond beszélünk róla. Neked mennyire volt könnyű egyébként bele szokni, vagy bele ebbe, ebbe a családi milliőbe, ami, amiről beszélgetünk, és nyilván mesélted, hogy, hogy, számodra ez egy pozitív dolog volt, de hogy azért valamilyen formában, ahogy mondtad is, bele kellett ebbe házasodnod gyakorlatilag. A családi vállalkozáson belül mindenki azt csinálja, ami az erőssége. Nyilván valamit muszáj, de az erősség is számít. Tehát, hogy, hogy és magam a dicsem, akkor a kreativitás része az, az nekem úgy úgy jobban megy, tehát akkor én abba teszek bele nagyobb hangsúlyt, vagy a szervezésben, kapcsolattartás, akár ugye a gépek meghibásodása, anyagbeszerzés, eszközbeszerzés, tehát így ezekbe vagyok benne, még ugye a termelés az abszolút anyósom. Minden más megvica. Tehát, hogy <tios> tehát hogy <hal> így... <Jlek nyilv> <Gibson> igen, igen, igen. Illetve én végzettségemet tekintve én, én szociális munkás vagyok, és én alkoholkábítószer kábítószer függőkkel uh, dolgozom. És uh, ott 24 órázom is mellette pedig van ez a vállalkozás. Tehát ez egy uh, olyan Ó. feltöltekezős, uh -huh. kikapcsolódós, uh, és akkor itt a kreativitáshoz szervezős részt uh, jobban lehet vinni. Úgyhogy... Uh, ez egy másként mozgalmas és másként érdekes világ. Mm. Úgyhogy így a rámeső rész az energizál igazából. Hm. Hihetetlen csodálattal hallgatlak titeket. Hány alkalmazott van egyébként, akik dolgoznak? Hát általában olyan 25 körül mozog a létszám, ugye ez tud változni, mm -hmm, <laughs> mint igen. a világ. És ehhez van ö, általában olyan, olyan 6-10 tanuló között van a tanulói létszám? Azért ez is egy újabb feladat, gyakorlatilag, hogyha mondhatom ezt, hiszen azért tanulókat fogadni, felelősség is, másrészt pedig nyilván megtisztelő, hogy kíváncsiak a Kati technikátokra. Mi az, ami amit újdonságként tanulhatnak, amit magukkal vihetnek az ott tanuló fiatalok. Mert csak abból a szempontból kérdezem, hogy ugye, ha egy cukrás tanulás, vagy tanula, tanulóról beszélgetünk, akkor az ő életében talán az lehet, hogyha nem tudom én, különböző új technikákat tanul, mert különböző lehetőségeket ugye a gasztronómia folyamatosan fejlődik, mi az, amit ti értéknek tudtok adni, és amit az Orosházi Rétesbolt értékként tud számukra, vagy útravalóként tud adni? Mikor egy fiatal pályát választ, akkor szerintem még nem mindig tudja pontosan, hogy mit akar ő. Tehát mondjuk egy, egy cukrászdába dolgozni, egy cukrásznak lenni, sokszor gondolják azt, hogy egy ilyen nagyon egyszerű dolog, hogy a szép sütikét megcsináljuk, és, és az úgy, úgy elég. Nyilván nálunk ugye fontos az, hogy megtanulják akár az alapokat, a közösségben való együtt dolgozást, és tényleg segítjük abban, hogy, hogy egy olyan közegbe döntse el, hogy mi lesz belőle, amilyen befogadó közeg. Tehát, hogy azért nyilván... Egy jó alapot jelentünk igen. nekik. Ahonnan, hogyha nekik vannak olyan ambícióik, hogy szeretnének még többet tudni erről a szakmáról, el tudnak indulni. Mi nem készítjük a jelenleg divatos francia desszerteket, hiszen nem ez a mi irányvonalunk. Tehát nálunk ezt meg tudja tanulni, mert vannak cukrászaink, akik, akik értenek ehhez az irányhoz, tehát abszolút azt is el tudja sajátítani, de ugye a mindennapi munkánkban ez nincsen benne. Viszont ahhoz, hogy, hogy tovább léphessen, egy nagyon jó hely vagyunk szerintem. Én úgy gondolom, hogy Igen, úgy meg még tudják az alapokat, biztos alapokat tudnak szerezni, ha ők is akarják, de ahogy Laci is mondta, sokszor oda kerülnek 15 évesen, és nem nagyon, tehát úgy jönnek oda, hogy nem nagyon tudják, hogy ez az egész miből áll. Hogy itt azért, azért ez, ennek a fizikai része nem könnyű, tehát azért csak talpon kell lenni azt, a, azt az X órát, és már tanulóként is 7-8 órát ugye nekik is talpon kell lenni, és igen, hétvégén is kell dolgozni, és igen, sokszor ünnepnapon is kell dolgozni, de nekik is ezt meg kell tapasztalni, mert ez nem csak nálunk van így, hanem bárhova megy egy cukrászatba, vagy akárhova a vendéglátás területén dolgozni, ez mindenhol így van. De van, aki ezt megszereti, és, és, akár ott marad, vagy volt már, aki azért, azért tovább lépett, um, Úgyhogy talán ezeket lehet nálunk... Megtanulni. Hát nem még mindig a közeg. Csak úgy. Igen, tehát annak van, van közeg, rálkozás, egy olyan közege, egy olyan befogadó, rálkozás, tehát hogy azért van, van egy olyan személyre szabottsága akár a, a dolgozóinknak is, vagy a tanulóinknak is, hogy, hogy nem úgy, mint a gyárba, hogy becsekkolsz, és akkor ott egy vagy a sok közül. Tehát tudunk a személyes problémákra reflektálni. Van, aki ö, a gyermekét elviszi az iskolába, is, úgy ö, csatlakozik be hozzánk, vagy ugye telefonálnak, hogy beteg lett a gyerek, el tudjuk engedni, megoldjuk valahogy megoldja a anyósom. Tehát, hogy azért, hogy van egy ilyen kis személyre szabadsága, és aki ezt így megérzi, azért szerintem az, az, úgy, úgy hálás. És nem, nem az, hogy nekünk, hanem csak úgy, úgy maga az egész közösségnek tud hálás lenni. Igen, akkor el kell mondanunk azt is, hogy, hogy már most uh, hatan, nyolcan dolgoznak nálunk olyanok, és van olyan, aki már negyedik, ötödik éve, aki tanulóként kezdte nálunk tanulóként, 15 évesen oda került hozzánk, cukrász tanulóként, és most jövőre férhez megy. Uh -huh. Uh -huh. És ezek szerintem olyan szép dolgok, meg ezekre is büszkék vagyunk, mert ez is azt jelenti, hogy valamit, valamit jól csinálunk. Szeretnek ott lenni nálunk, szeretik azt csinálni, amit csinálnak, úgyhogy... Szerintem ez is egy jó dolog. Igen, ahogy hallgatlak titeket, és így elképzelem ott a hangulatot, így biztos vagyok benne, hogy akár egy ilyen fiatal tanulóként én is azt mondanám, hogy nagyon szívesen maradnék, és nem akarok elmenni, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon jó hangulat lehet ott. Beszélgettünk, ugye, vagy említettük akár a nehézségeket, akár az évek folyamán felmerülő különböző problémákat, de ugye jelenleg is. Azért egy olyan világot élünk sajnos, ahol egyre több problémával találkozunk, akár ha visszatekintünk, ugye volt egy COVID időszak, mennyire nehezíti meg egy családi vállalkozás életét, és mennyivel jelent akár pozitívumot az, hogy, hogy ti egymásnak ott vagytok, és akár ahogy te is említetted éva van, hogy te húzod ki az anyukádat, van, hogy az anyukát húz ki a mélypontról. Ez másképp nem működne szerintem. Én, én, mostanában az elhangzott a számból, mikor túl lettünk a covidos időszakon, úgymond, és akkor jött most a gazdasági válság, vagy hát még most megyünk bele, ha jól tudom, hogy mindig van valami. Tehát, hogy, hogy olyan könnyű lenne csak dolgozni, és nem mindig agyalni valamin, hogy mit hogy oldjunk meg, hogy csoportosítsuk akár az anyagi anyagi részeinket, hogy, hogy most mit vegyünk, hogy vegyünk, hogy mint számlák, majd hogy fognak megemelkedni, elé menjünk a dolgoknak, hogy, hogy mindig kell valamin, valamin ö, agyalni, csak ezt tudom mondani, hogy, hogy mindig van egy ilyen plusz feladat, amit meg kell oldani. Ami nagy feladat már, hogyha nem oldjuk meg, akkor akár az az üzletünkbe kerülhet. Tehát itt azért tényleg ö, ilyen horderejű dolgokról van szó, hogyha valamit nem jól csinálunk, vagy valamin Átsiklunk, nem foglalkozunk vele, akkor az akár az üzletbe kerülhet hosszú távon. Igen, és hogy tud rá az ember milyen gyorsan tud a problémákra reagálni? Tehát ez egy nagyon fontos. Tehát itt volt ez a Covid, amit így említettél és akkor ugye egyik napról, de tényleg szó szerint egyik napról a másikra a rendelés állományunknak nagyon nagy százaléka eltűnt. Bezártak ugye az üzlethelyiségek, a viszonteladó partnerek, nem voltak rendezvények, maradj otthon, egyébként mi is így nem tudtuk, hogy mi lesz, hogy lesz, és akkor mi is csináltunk kiadóablakot, elindítottuk a lakosságnak a házhoz szállítást mi is féltünk a betegségtől, nem tudtuk, hogy mi lesz, ugye két műszakba szétosztottuk a, a csapatunkat, és hogy folyamatos legyen a termelés. Nyilván tök jó, hogy rugalmasak voltak ebbe a kollégáink, tehát, hogy ők is együtt mozogtak velünk, és így sikerült, ugye átvészelni. És akkor így ez is egy olyan lelkesítő pont, hogy azt is tök jól megoldottuk, és akkor... Most itt vagyunk a következőnél, amit igyekszünk megoldani. Megoldandó feladat, azt hiszem, hogy igen, ez a fontos, de itt vagytok egymásnak tényleg is olyan jó látni ezt a lelkesedést tényleg a szemetekben, mert ez abszolút benne van, ahogy így meséltek, akár a múltról, akár a jelenről, és akár erről a közösségről, ami ott kialakult hosszú évek folyamán, és hát nem mellesleg ugye az ízekről, amik a középpontban állnak, és amik, amik megteremtik azt a hangulatot, vagy hozzák magukkal azt a hangulatot, amiről beszélgettünk, akár a tradíció, akár a generáció, akár az otthon ízei. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és hogy beszélgethettünk ezekről a dolgokról, hogy megismerhettük Éva a te családot, történetét, és hogy László hogyan csatlakozott ebbe a családi vállalkozásba. Orosházára látogattunk most ugye a Rétesboltba, akiknek tulajdonosai Kelmán Gelegonya Éva, és Kelmán László voltak a vendégeim. Köszönöm szépen nektek. Köszönöm Köszönjük. szépen. A hallgatóknak és a nézőknek is köszönjük szépen, hogy ismételten velünk tartottak. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.